éreztem, végállomás, ezt benéztem, papucsba gyalog tovább. Szemben jönnek emberek, de köztük nem látlak téged, elvakít a napfény. Csukott szemmel én sem látnék, egyedül nem jött a fő a szándék, a fűben állva rátalálnék, nem hiszem, hogy az most tényleg számít. Csodban a kő, a vízbe dobtam, el is tűnt, és én még fel sem fogtam. Sitan a Balaton, szúgyag a nyakamon, a bőröm pirosom, már nem számolom. Egyszer, kétszer, századszor, ami mindig rólad szól, ennek a számnak nincsen vége. Hiába többször ugyanúgy jól, akkor számoljuk mostantól, hányszor mondod még azt, hogy tényleg. Véletlen leszakadt még a vízi bringa lánca is, a kékbe veled ugrok. A hátadra a napteljel felkentünk két Picasso, nehogy leégessen. Csukott szemmel én sem látnék, egyedül nem jött a fő a szándék, a fűben állva kell találnék, nem hiszem, hogy az most tényleg számít. Csokban a kő, a vízbe dobtam, el is tűnt, és én még fel sem fogtam. Sitan a Balaton, szúnyog a nyakamon, a bőröm pirosom, már nem szállod. Egyszer, századszor, valami mindig rólad szól, ennek a számnak nincsen vége. Hiába többször ugyanúgy jól, akkor számoljuk mostantól, hányszor mondom még azt, hogy én nem. Egyszer, századszor, van még mindig rólad szól, ennek a számnak nincsen vége. Hiába többször ugyanúgy jól, akkor számít mostantól, hányszor mondom még azt, hogy tényleg. Egyszer, kétszer, századszor, van még mindig rólad szól, ennek a számnak nincsen vége. Hiába többször ugyanúgy jól, akkor számít mostantól, hányszor mondom még azt, hogy én nem. For Never története egy gólyatáborban kezdődött, de ez egy, nem egy olyan film lesz, de tényleg egy gólyatáborra tehető a ti történetetek. Meséltek egy picit, mi is történt ebben a gólyatáborban? Az egész úgy kezdődött, ugye, hogy felvételiztünk a Miskolc gimibe, és... Igen, hát a Jezsuba, és nem akkor, titok, igen. Igen, és akkor hát így leültünk egymás mellé, de az volt, hogy így nyilván még elég idegenek voltunk, és akkor... Én leültem a Tomi mellé. Boldi, hogy ültetek, arra nem emlékszem. Nem tudom, de veletek voltam egy szobában, arra emlékszem, és igazából így azra rögtön rájöttünk, hogy mindannyian zenélünk. Ugye többen jártak zeneiskolába, nekem is anyukám is, és így meg nekem is ilyen régi álom volt, hogy akkor csináljunk egy bandát, és igazából még akkor megállapodtunk, hogy ezt megcsináljuk, ez volt 2022-ben. Júniusban? Ja. Szerintem, ja. És azóta igazából nyomjuk, úgyhogy... Meg hát alapból így kicsit, ahogy így beindult a zenekar, hogy így szeptemberben, hogy visszatértünk a suliba, így nem kezdtük el egyből, csak így utána egy Boldi mondta, hogy hát srácok, hát emlékeztek, ezt így megbeszéltük meg minden, és akkor elkezdtük így az elején akusztikusba, aztán kicsit hát, átmentünk másik irányba. Hát így, igazából így az egésznek a kezdetén így a Koli szobába, a 9-dikbe igazából te ütötted az éjjeli szekrényt, szinte én meg ugye a dobgitárt toltuk, és akkor vettük fel a hangrögzítővel. Úgyhogy azóta persze mindenképpen volt egy nagy fejlődés, úgyhogy igen, utána kb. Egy fél évvel később tértünk át elektromosra, és így a fő stílusunk az így most így a pop rockot mondanám. Jó, hát valahol ugye mindig el kell kezdeni a zenélést, és ugye 2022-ben elkezdődött, 23 tavaszán pedig már stúdióba is mentetek. Igazából ez is egy olyan sztori, hogy ez a stúdiózás tavasszal úgy volt, hogy ismerjük a csávót, aki a stúdió, és...
voltak nekünk ilyen saját számaink, ilyen demóink, de ez nem úgy kezdődött, hogy mi mentünk el, hogy akkor mi fel akarjuk venni, hanem egyik ilyen ismerősünk, aki szintén így zenész, mondtuk neki, hogy van ez a banda dolog, meg ilyesmi, elküldtünk neki demókat, és ő neki annyira megtetszett az egyik, hogy két hétig hallgatta, hogy mondta, hogy ő ezt kifizeti nekünk az egészet, hogyha ezt felvesszük. Igazából ennyi, hogy ugye őt is megemlítjük benne, de ilyesmi. Szóval tényleg nagyon támogató volt, úgyhogy az első stúdió munkánk az így volt, hogy támogatással. Ugye most rajtad például egy Nirvana feliratú pulcsi van. Kik a ti kedvenc előadóitok? Lehet magyar is, meg külföldi is. Hát, hogyha külföldet nézzük, akkor nekem a Nirvana volt ilyen meghatározó nagyon. Akkor vedd át a pulcsiját. Ez így közös bennünk, igen. Igazából én nagyon régóta szeretem, hallgatom az összes számot, meg olvastam egy csomó könyvet, ilyesmi. A magyarok közül pedig szerintem egyértelműen a Carson Coma, meg neked ez is. Ez így van, így van, ez közös kedvenc. Itt otthon, legalábbis mi így gondoljuk. Nagyon sok fiatal mondja ezt manapság egyébként, hogy Carson Coma, tehát ők nagyon tolják a szekeret. Ez egy ilyen, de tényleg jó, hogy ugye a magyar zenében van egy ilyen erősebb zenekar is, mert nyilván vannak rockzenekarok, meg ilyesmi, de most ez így háttérbe szorult, inkább a gépzene az elmúlt 10 évben, ilyesmi, és a Carson Coma az így meghozta ezt vissza az egészet, és így úgymond, nem is azt mondom, hogy ez minőségibb zene, vagy ilyesmi, de hogy így a fiatalságot ez is ugyanúgy elkapja, mint akár 30 évvel ezelőtt egy, nem tudom mi, Magyarországon ugyanúgy egy zenekar. A jelenlegi dalainkat azt így a pop-rockba tudom besorolni, mint stílus. És tehát van ez a torzított gitáros rock része, és vannak ilyen tisztább számok, ami már inkább popos, de igazából, hogyha így fejlődést nézzük, hát nyilván nagyon, hát még nagyon az elején vagyunk, és van hova fejlődnünk, viszont hát így igazából a hangosításunkon gondolom, ami ilyen technikai részek, akkor hangszerek nyilván, mert ezek még olyan, hogy így van akinek így az a hangszere, amin megtanult mondjuk gitározni, vagy ilyesmi, és akkor nyilván az arról egy ilyen váltás, mint itt is ugye most több zenekarnak van fülmonitorja, meg ilyesmi. Igazából mi majd így gitárkombóinkkal majd megtoljuk, jaja, de jó az nekünk igazából. Nyilván az éneklést azt is fejlesztenünk kell még, hát gyakorolni. És hogyha jól tudom, vannak olyan tervek, hogy hamarosan akár egy kislemez is kijöhet. Ezzel hogy álltok most? Hát ez igazából valószínű később fog megvalósulni, mert ugye most 2 számunk van kint, és nemrég voltunk újra stúdióba, és megint 2 számot felvettünk, és ez a kislemez inkább arra gondoltunk, hogy ha majd még a jövőben is felveszünk, akkor lenne egy ilyen összefoglaló, úgymond az ilyen early days, vagy első számoknak, és viszont annyira, nem is tudom, nem annyira passzolnak így egy albumra, nem annyira van meg bennük a hasonlóság, úgyhogy inkább lehet, hogy szingölökben jelenítjük meg, viszont mindenképp szeretnénk majd egy kis lemezt jövőkben. 2023-ban itt a környéken mondjuk a Tokaji utca zenefesztiválon már lehetett veletek találkozni. Meséltek egy picit arról, milyen volt ez a koncertélmény? Hát az első nap az olyan különös volt, mert beraktak minket egy ilyen sikátos szörű erre, ahol így kb. Így ennyi. Tehát így ennyi volt, vagy nem tudom, tehát így durván. Zsákutca, igen. Igen, tehát egész így zsákutca volt. Tehát és a legelején az egész útnak, tehát így nem gondoltuk volna, hogy így bárkit is érdekelni fog. De hát megcsináltuk, voltak azért ott is ilyen trükkök, tehát hogy Baldi a pedáját kinyomta az áramot, meg ilyenek, tehát hogy ilyen nagyon-nagyon jó sztorik voltak. Hát aztán beindult, tehát hogy ez egy hatalmas nagy élmény volt. Például előtte mi voltunk még tavasszal a Ceglédi utca zenefesztiválon, aztán ugye az a Tokaji, ez ilyen 3 napos volt, és minden 4 koncertünk volt összesen, egyik nap 2, és ott Cegléden viszont egy nagyon hosszú, ez rohadt hosszú volt, hogy 4 óra majdnem. Ugye nyilván nem játszottuk végig, de vagy 35 számot vittük, aztán azt az egész listát eljátszottuk 2-3-szor, szerintem össze-vissza. És ott abban ugye hát, ami 3 óra megtörtént, hát kb. Minden megtörtént, tehát hogy a templom harangtól kezdve az esőig, ugye elmegy az áram, elszakadt a hú, de minden tényleg. És akkor még tényleg látszott, hogy így, az így az első ilyen kültéri fellépésünk, vagy hogy így az elején vagyunk. És a Tokaji szerintem emiatt is egy nagyon nagy fejlődés volt, és a legjobb koncertünk szerintem második napon volt a második koncert. Ez akkor így nagyon sok ember bevonzottunk, meg a hangosítást is. Majdnem eltaláltuk ott igazából, ott is így összecsortunk a mikrofonnak, hangosítást vagy ilyesmi, ami végül amúgy halk volt, de így az emberek jól nyilatkoztak róla, úgyhogy arra így büszkék vagyunk. Hát akkor ezen a nagyon hosszú utcazene fesztiválon minden megtörtént veletek, ami egy zenekarral megtörténhet, és mégis itt vagytok és toljátok és nyomjátok, és akkor felmerül a kérdés, hogy mondjuk 10 év múlva
Így, hogy az első koncerten mindenen túl voltatok, 10 év múlva hol fogtok tartani? Mi az az álom színpad, vagy egyáltalán lesz még zenekar 10 év múlva? Mik most az elképzelések? Hát nem tudom, így azt tudjuk, hogy így együtt akarunk maradni, mert most így, ahogy kijött így a negyedik szám, vagy kijön a negyedik szám, így érezni lehet, hogy így kezdjük megtalálni a saját stílusunkat, hogy jó Carson Coma, jó Kowalski, meg a Vege, de hogy mégis Forever. Tehát, hogy így ez a stílus. És hát a cél az, hogy együtt maradjunk, és menjünk felfelé. Hát igazából ugye azért még így nagyon a jövőben nem tudunk nyilatkozni, vagy véleményt mondani, mert a fantázia az nyilván van. Hát 16 évesek vagyunk, igen, de hogy még ugye a gimibe járunk ilyesmi, és akkor ugye az egyetem is jön majd, meg ilyesmi, de szerintem mindenképpen meg fogjuk oldani, és amíg a gimibe járunk, most 10-esek vagyunk, szerintem addig is még sokat fogunk fejlődni, és remélhetőleg én abba bízok, hogy így a 12-ig eljutunk egy olyan szintre, amikor már így de több értelme van csinálni, mint abba hagyni. Mármint, hogy ennek mondjuk mindig több értelmet csinálni, mint abba hagyni, mármint, hogy élvezzük, de hogy addig eljutnánk egy olyan szintre, amit szeretnénk. A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.